Ha megnyitod a szívedet, ha érzékeny vagy, és önmagadat adod, akkor ki fognak használni, akkor bántani fognak, és vissza fognak élni a kedvességeddel és a szereteteddel. Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Ez a téma, amit most választottam, ez nem könnyű. Megérteni nem lesz könnyű. Azért nem könnyű megérteni, mert nagyon-nagyon kell figyelned arra a két különbségre, amit most meg fogok neked világítani. Azért nem könnyű, azért nehéz figyelni, mert rettenetesen sok önámítással él az emberi elme. És így bizony a tiéd se, az enyém sem kivétel ebben. Amikor azt fogalmazod meg, hogy szeretettel nyitok, odaadó voltam, soha nem szerettem ennyire, mint most, és lám, mennyi bántásért kihasználták a kedvességemet, kihasználták a szeretetemet, bántottak, és mégis mennyi sérülést szereztem ebből a dologból, akkor valójában tévedésben vagy. Tudom, hogy a megélésed ez. Tudom, hogy az elméd azt mondja, hogy szeretettel nyitottál, és átvertek. Azonban ez egy önámító összefüggés, és szeretném is ezt neked valahogyan megvilágítani. Az, hogy szeretettel nyitok, ez nem a másik emberről szól ugyanis. Az, hogy szeretsz, ezt senki nem tudja neked feltételek közé tenni, senki nem tudja neked korlátozni, senki nem tudja neked megszabni. Hát, az a probléma, hogy még a saját elméd se nagyon tudja bekapcsolni azt a működést, hogy mikor leszek szerelmes, mikor fogok szeretni, és nem tudja kikapcsolni sem az elméd ezt a működést, nincs egy nyomógomb, amivel az elméd akarattal kikapcsolhatná benned élő, dúló szeretetet vagy szerelmet. A benned lévő szeretetnek és szerelemnek tehát nincs feltétele, nincs nyomógombja. Így aztán, amikor szeretsz, akkor az történik, hogy éled önmagadat, élvezed a pillanatot, éled az életedet, éled a képességeidet, elképesztően energikus vagy, sugárzol, egy csoda vagy. Árad belőled kifelé az energia, és a tetteid is mind ezt tükrözik, hogy te egységben vagy önmagaddal egy csoda vagy. A belőled jövő energia örömteli kisugárzás, ez pedig másokat is el fog érni. És mások is vidulnak, mások is örülnek, mások is töltődnek a környezetedben, anélkül, hogy neked bármit ezért szándékból tenned kellett volna. Egyszerűen úgy adsz, amikor szeretettel élsz és szeretettel nyitsz, hogy nincs benne szándék, nincs benned akarás. Jössz, mész, és úgy dicsérsz meg embereket, úgy adsz egy cinkos mosolyt, úgy adsz egy bájos pillantást, úgy veszel föl valakinek egy lejtett kendőt, hogy eszedbe sem jut az, hogy jaj, én most tettem valamit. Nincs igazából szándék, és pont ezért nincs elvárás, viszonzás iránti igény sem benned. Amikor szeretettel élsz, és szeretettel nyitsz, akkor gyakorlatilag így élsz. Így élsz, úgy adsz, hogy nincs benned rá szándék, és mégis adsz. Úgy töltesz másokat is, hogy nincs benned erre szándék, mégis töltesz, mert belőled áramlik az energia kifelé. Amikor viszont megfogalmazódik a fejedben az a gondolat, hogy szeretettel nyitottam, és sajnos becsaptak, és sajnos kihasználtak, és átvertek, és nem értékelték az odaadásomat, akkor figyeld meg, azért fáj az, hogy nem értékelnek, becsaptak, átvertek, mert vártad volna ezt, mint jutalmat. Nem fordulna meg a fejedben az, hogy becsaptak, kihasználtak, nem értékelnek, ha nem vártad volna. Szóval, amikor azt éled, hogy szeretettel nyitottam, odaadó voltam, figyelmes, kedves, mindent megtettem, amit csak lehetett azért az emberért, mert szeretem, akkor nem csak a szeretetedet éled, hanem gyakorlatilag azt is működteted, hogy én adok, adok, adok feléd,
és várok vissza, ha mást nem, legalább annyit, hogy értékeld, legalább annyit, hogy örülj, legalább annyit, hogy konstatáld, hogy jó az neked, hogy kaptad tőlem. Legalább legyek fontos, ha már ennyi mindent kaptál tőlem, ha már ennyi mindent adtam. Magyarul lehet, hogy szereted a másik embert, de valójában a vele való kapcsolatban ez az adok, hogy kapjak elve üzemeltet. És bizony, amiért adok, hogy kapjak is, ez be fogja kapcsolni a fejedben a félelmeidet is. Adok, hogy kapjak. Figyelek, hogy figyelj. Odaadó vagyok, mert szeretném ugyanezt az odaadást visszakapni. Hűséges vagyok, mert szeretném, ha hűséges lennél. Kitartok melletted, és értékellek, mert szeretném, ha te is ezt tennéd. Benne van a pakliba, hogy félek. Azért szolgálom meg mindezt, hogy ne veszítselek el. Tehát lehet, hogy szereted a másikat, de a tetteid mögött nem a szándék nélküli tettek vannak, hanem a szándék is, hogy hadd kapjak vissza. Az elvárás is ott van, hogy hadd kapjak vissza. Éppen emiatt van az, hogy miután elvárod, hogy ugyanaz jöjjön vissza, mint amit adsz, ezért időről időre meg kell éljed, hogy nem kapod meg azt, amit elvársz. Nincs meg a fizetsége annak, amit adtál. Az önállítás ott van, hogy ezek után azt mondja az elméd. Én nyitottam, szeretettel adtam, és átvertek. Mostantól nem fogok adni, nem fogok szeretni. Nem a szereteted a hibás azért, ami történik. Szeress, és maradj nyitott. Szeress, és áradj. Éld az életedet, és örülj. A gond nem a szereteteddel van, nem a nyitásoddal. A gond azzal van, azzal az ágával a dolognak, hogy vártad a viszonzást, vártad az elismerést. Nincs ezzel semmi baj. A legtöbben így működünk, és így is kell működnünk, mert az elmében az adok-kapok működik. Csak az önállítást vett ki a rendszerből. Működj eztán is így, hogy adsz, és nyugodtan legyen jogos, hogy vissza is kell kapjál. De ne legyen benne az önállítás, hogy lám, én adtam szeretettel, és nem kapok vissza. Tehát a szeretetemet vonom meg. Ezzel magad alatt vágod a fát. A szeretetedet tanuld meg úgy megélni, hogy az tényleg áradjon a maga valóságában, innen kifelé. És próbálj meg minél inkább úgy élni, hogy mindegy legyen, hogy a másik ember mit ad vissza. Tudod, hogy tudod ezt megcsinálni? Ha tisztába kerülsz azzal, hogy a másik ember nem azt adja vissza, amit te elvársz, nem azt adja vissza, amit te adtál, a másik ember azt adja vissza, amit ő tud visszaadni. Azt fog tőle visszajönni, amit ő tud visszatükrözni, ami az ő képességeiből, az ő lényéből fakad. Jó, tehát áradok, szeretek, teszem a dolgomat, élek, az energia belülről kifelé halad. És amikor majd annak ideje van, akkor töltődik is, mert ez töltődik is az ember, mert ez vissza fog tükröződni. Kiről, kiről úgy, ahogyan ő róla vissza tud tükröződni. Remélem, hogy sikerült megvilágítanom ezt a félreértést, vagy önállítást is egy kicsit másképp. Ha kérdésed maradt, akkor kérdezz. Ha valamit nem értesz, akkor kérlek, kérdezz. Szeretettel fogom fogadni, és igyekszem válaszolni is. Most köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Ha van kedved, akkor tarts velünk eztán is, videókban is, a cikkeimet olvasva is, vagy pedig önismereti kurzusainkon személyesen is. Sok-sok felismerésre fogsz jutni önmagadról. Tarts velünk hát önismereti kurzusainkon, szeretettel várunk, vagy szerezd be otthonra is önismereti könyveinket. Ide fogom tenni a webshop linkjét is a videó alá, keresd meg. Most pedig kívánok neked sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot és mindent, amit magadnak kívánnál még. Köszönöm, hogy velem tartottál.